Tisztelt hallgatói! A legutoljára áprilisban beszéltem a magyar néprajz néhány kérdéséről, mindig néhány csomópontot emelek ki, hogy azzal egy kicsit másképp lássuk népünk történetét, mint hogy az általában kézikönyvekben a köztudatban elterjed. Legutóbb bevezetőképpen minden előadáshoz egy kicsit kitekintek bizonyos feltételekre, amiknek a figyelembe vételével értjük meg igazán az elmondtakat. Múltkor a vizekről beszéltem, a Kárpát-medence vizeiről, a vizeknek a használatáról, és ezzel kapcsolatosan arról, hogy a magyarság a Kárpát-medencében tulajdonképpen egy olyan területet száll meg, alakít ki, ami egy vízszegény. Ha a csapadékot nézzük, ma is néha katasztrofálisan kimaradnak esős napok, amik veszélyeztetik az egész, nem csak a földművelés, hanem az állattartásnak a feltételeit is. És ezzel kapcsolatosan mondottam, hogy időként ez teljesen világosan áll előttünk, mégis az úgynevezett vízrendezések, amiket a történelem ma is második honfoglalásnak nevez, amelyik ellentmondott a vízhiány kiküszöbölő régebbi vízgazdálkodásnak, ezt úgy állítják, hogy második honfoglalás. Holott ma egyre keményebben érezzük azt, ha nem tudjuk megváltoztatni, nem tudjuk visszaállítani a több száz éven keresztül működő vízgazdálkodást a Kárpát-medencében, akkor most a klímaváltozás következtében különösen az Alföld középső része kiszárad és sivaszagosodni fog. Hát erről már kormány szinten is beszélnek, hogy a kiszáradás ellen kormány biztos nevezte ki, hogy a Duna-Tisza közén érezhetően csökkenő talajvízszint kiszáradás következményeit felszámolják. Ugyanakkor, ha a terveket nézzük, akkor pont az ellenkező irányban készül lépést tenni a vízügy, mert állítólag EU-s előírás a folyóinknak az elmélyítése, hogy azon ha nagyobb hajók is járhassanak. Ennek katasztrofális következményei lesznek, hogyha még jobban elmélyítjük a medret, még jobban leszívjuk a talajvizet. Ez egy hosszas, tudományos érvekkel is folyó vita, amiben hát kezdetben nagyon is elutasító volt azzal a gondolattal szemben, hogy vissza kell állítanunk ezt a régi vízrendszert. Most már így kisebb kapuk nyíltak, és óriási a nép ellenállása ezzel kapcsolatban. Gondolok itt a Tisza menti, Tisza élő összefogása, az élő Tiszájra szövetnek a mozgalmát, amely rendszeresen előadásokat, vitaesteket tart a vízgazdálkodásnak erre a lehetetlen állapotáról. És már vannak történészek is, akik elfogadják ezt a érvelését a tudománynak, ami föltárta a valódi helyzetet a magyar vízrendszerről. Azért röviden, hogy ismételjem, mivel kevés a csapadék az égből, azok a vizek, amik igen nagy bőséggel a környező hegyvidékekről, akár Kárpátokról, az Alpokról, a Dunarendszerében, vagy a Tiszarendszerében átmennek a Duna-medencét, ezek ezt pótolták régen. Ma nem pótolják, mert átkergetjük a lerövidített folyó, elmélyített mederben átkergetjük azt a vizet, amit nem én mondom ezt először, mert például Vitz, Henry Vitz nevezetű bajor, aki 1867-ben könyvet jelentetett meg a Magyarország mezőgazdaságáról, azt írja, hogy ezt a vizet, ami régen megöntözte ezt a kiszáradásra, és tulajdonképpen a csapadékot tekintve mezőgazdaságra és állattenyésztésre egyaránt alkalmatlan Alföldre mégis virágzóvá tette, ennek ezt a vizet átkerülhetik az ország, hogy minden cseppi aranyat ér. A régi vízgazdálkodás lényege volt, ha visszatartani a vizeket. Ahogy lehet ennek szélesebben kiárasztani. Ez volt az úgynevezett ártéri gazdálkodás, ami a helyben lakó rendkívül változatos természetű biodiverzitásban, rendkívül gazdag magyar földön a
helyben lakóknak a nagyon sokoldalú és nagyon elmélyült gazdálkodását tette lehetővé. Ezzel szemben van a nagy üzemnek, a nagy birtoknak az érdeke, az egész vízrendezés az ő érdekükben történt, ahol hatalmas nagy területeket tudtak ezek a nagy birtokosok azzal kialakítani, hogy az egykor közösségben használt árterületeket kisajátítva azokat, vízmentesítették és felszántották gabona exportig. Lényege tehát az volt, hogy széktelítették a vizet, és a fölösleges vizet vissza is vezették, tehát nem maradt kint az a víz, ami elmocsarasította, vagy tönkretette volna a megöntözött területet, de ezzel az öntözéssel érte el azt, hogy a középkorban Magyarország bár nem volt tengerpartja, Horvátországban csatlakozott magyar királysághoz, igen korán, de Magyarország mégis egy szárazföldi ország volt. És mégis azt írják róla, hogy a világon a legjobb és a legtöbb hal Magyarországon van. Ezt 1380-ban írja le először a francia szerzetes, mielőtt készít ki a keresztes hadjáratot, de utána Mátyás idejében, mint elterjedt szólást emlegetik, hogy ja, Magyarország, ahol egy folyó áll két rész vízből és egy rész halból, ennyire híres volt a vízgazdálkodás. Ennek nagy része folyók ment ki időnként, új friss vizet kapó területek voltak, amelyek csak időszakosan működtek halastóként. Ilyen említettem azt, és ez nagyon fontos ennek otthon, hogy ennek a vízrendszernek a nagy csontos alattát a Biza, a Tók, Kecseges ezek mellett a ponty volt a legértékesebb hal. A ponty pedig kifejezetten csak olyan területen tud eredményesen szaporodni, ikrákat lerakni és fölnevelni utódokat, amelyik előzőleg szárazföld volt és elöntötte a víz ideiglenesen. Ezt egy állatorvos nagyon szépen megírta itt a Tisza-tóval kapcsolatos, hogy miért pusztult ki belőle szinte a ponty, mert annak nem víz kell, hanem olyan víz kell, ami előzőleg szárazföld volt, és ott a keményebb száraz növényzetre rakják rá a ikráit, a csekélyvízbe kikelt nagyon jó feltételeket, és utána azon visszatakarodik a víz, hiszen erről így gondoskodtak a régiek, nem csak a kiárasztást segítették elő mesterséges csatornákkal, hanem a felesleges víz visszafolyását is biztosították. Ez volt a régi vízgazdálkodás. És aztán beszéltem a halászat hagyományairól, a halászat módjáról, ami hát tulajdonképpen azzal számolódik fel, részben, hogy a vízrendszer megszűnik, az árterületeknek a vízgazdálkodása megszűnik, részben pedig kisajátítják a földes urak a vízfelületeket, és korábban egy-egy falu határában lévő vizeket, a falu közössége, mint közös területeket szabályozottan, de mindenki használhatta. Ez most kizárólagos földes uri kezelésbe kerül, aki kiadja bérbe hivatásos halászoknak. Régen nem volt hivatásos halász, mert aki ott lakott, az földműves, az állattartó, az gyümölcstermelő és halász is volt, ahogy jött. És voltak egyéni fogószer számai, erről beszéltem, hogy a úgynevezett vejszék vagy vészek, amik egy labirintus, amiben hal betéved, és nem tud kijönni, akkor kifogják belőle, vagy szigonyozott, vagy ennek is még ma is vannak élő gyakorlói. Bizonyos időben kézzel is lehetett halat fogni. És amikor kezd hűlni a víz, halak kezdenek keresni tétre egy elgödrölésre alkalmas helyet, akkor az erre vállalkozó, nem mindenki tudta ezt megcsinálni, tehát már egy lehűlő vízben, 6-7 fokos vízben, vagy még annál is kevesebb vízben, ennek is megvolt a technikája, amit beszéltem, amikor gyakorolták, sőt, ismerek olyat, aki ezt még meg tudja csinálni, megkenték magukat. Dókazsírra, kacsazsírra, és lebuktak, és kézzel megfogták a nagy halakat. És aztán voltak közös nagy halászatok, amikor a nagyobb vizeknek a lehalászására olyan nagy hálókat használtak, amivel hát 10-15 embernek a közös munkájával óriási mennyiségű halat tudtak kifogni. Ezeket ugye konzerválták, fölvágták,
füstölték, szállították, és így tovább. Ez óriási mennyiségben, nagyon értékes fehérje dús táplálékot biztosított. De elég nagy volt a régi halfogyasztás, ma Európában a legkevesebb halat Magyarországon fogyasztják. Valahogy pedig éppen ez volt a legfontosabb. És lehet, hogy ennek köszönhető, mint olyan statisztikák kimutatják, a japánok életkora miért magasabb, mint más nemzetek, hogy rengeteg halat visznek. Még erről a vízgazdálkodásról még annyit, hogy nem csak a nagy folyók, a Tisza, Duna, már itt Melikában is kiterjedt átterein voltak ilyen halastavak, hanem a legújabb kutatások kimutatták azt, hogy a dombvidékeken, akár a Dunántúl dombvidéken, Somogyban, Tolnában, Baranyán, akár Erdélyben, a úgynevezett mezőségben, rengeteg mesterséges halastó volt, ami völgyzáró gátakkal írtak el. Erről is nagyon kevés a feljegyzés. Amikor a középkori okleveleket tanulmányozták, Ortvaiék megjelent egy könyv Ortvai Tivadarnak Magyarország vizek neveiről, csak 1300-as évek végéig tanulmányozták ezt az anyagot, és több mint 1000 halastót rögzítettek. Akkor a akkori kutatók, köztük a híres néprajzos Hermann Otto, és azt mondta, hogy hát ez lehetetlen, hogy valami túlzás van, biztos ugyanaz a tó kapott más-más korszakban más-más nevet, ez csak úgy lehetséges. De most már tudjuk, hogy ez nem így volt. Valóban rengeteg halastó volt. Már pedig nem minden halastó került be oklevélbe, csak akkor, hogy valami vita volt körülötte, határvita, vagy öröklés, vagy egyetek, akkor kerültek. Be azokban a lokalelekből, hogy annyi elpusztult a török idők alatt, ha megmaradtakból is még több mint 1000 lehetett lokalizálni, ha nem is lokalizálni, de kifejezetten identifikált, megtalálni. De nem tudom ezt, hogy említettem, de feltétlenül szeretném, mert egészen megváltoztatja a mi vidéklátásunkat is, hogy 18. század közepétől kezdve sűrűn betelepített németek, akik Tolnában, Baranyában elfoglalták a török alatt föl jött rácoknak, vagyis szerbeknek a helyét. Ezeket a folyóhölgyeket szinte a 20. század közepéig, mint legelőt használták. Ma már nincs állat, és olcsó pénzén ezek a úgy nagy bérlők használatba vették, vagy bérbe vették ezeket a völgytalpakat, ahol mondom, ember emlékezett óta. Hát legelők voltak, a környező falvaknak a legelőjük, és hát mi a állat nincs, felszántották, hiszen jó dús termékeny talaj ez. Stucatjába fordítják ki a szántó ekék a háló nehezékeket. Ez azt mutatja, hogy ott halastavak voltak. És nem csak akár, hogy mert a háló nehezéket nem szokták beleszórni a tóba, hanem ami itt-ott leszakad ugye a nagy hálóknak az aljáról, az úgy belekerül. Tucatjával kerülnek elő, ezek agyakból égetett ilyen békafigurák, ennek az esztétikájára is gondoltak. Ezek az elmúlt években kerültek elő, mert most kezdik csak felszállni ezeket a lőztalpakat. És a II. József korabeli, ugye az első katonai felmérés idején már azon a területen nincsen halastó. Tehát ezek a középkorban pusztultak el. És innen tudjuk, innen magyarázható az, hogy a halastó kultúra egyes szerzők szerint, például Sziléziába és észak felé, Magyarországról megy a német nyelvterületre. Ennek két bizonyítéka van, egyrészt, hogy elsősorban jelennek meg, ahol azoknak a birtokosoknak Magyarországhoz birtokosok, túlzott egyébként, és ezeknek a mesterséges németországi sziléziai a halastavaknak a fő hala a 17. és 18. században is a ponty. A ponty pedig kifejezetten a Duna vízrendszeréhez tartozó állat, amely mondom, éppen árterületeken tud csak igazán szaporolni. Az északi tenger vagy a keleti tengerbe folyóknak már nem volt eredeti lakója a ponty. Tehát ilyenek megtörténnek a történelem során, ugye most a pontyokat
és más állatok, más hazai halfajtákat kiszorítják a betelepített kelet-ázsiai Amur és Busa olyan módon, olyan mértékben, katasztrofális mértékben, hogy 2006-ban, vagy 5-ben, most már pontosan nem emlékszem, egy becsi, illetve a Dunatrava Gemenci erdőnek egy ilyen természetőre, aki részt vett a Rezéti Dunának, ez valaha a őcsémi decsi határhoz tartozó nagy holtág volt, mint halastó, ennek a lehalászásánál ősszel, ugye az egybegyűlt halászbérlők társasága, mindig úgy szokta megünnepelni a lehalászást, ami hát egy nagy munka, ugye nagy 100 méterben és nagyobb a hálóknak a levetésére, ami utána halászlévet tesznek. Tehát a Busából és Amurból nem lehet halászlévet csinálni, úgyhogy este el kellett futtatni valaki motoron, bajára, a halbólba, hogy hozzanak pontyot, mert hát azért mégis a Busából nem lehet igazi halászlévet. Tehát ez a változások sajnos most is folynak, mindenképpen ezek a halak, bár egyesek kicsit, hogy milyen szapora is, hogy kirtja a növényzetet, a hidát és egyebet. Tudjuk, hogy fölborította az ökológiai egyensúlyát a Balatonnak is, és itt látjuk a Dunamenti halas vizeknek is. És hát mindenképpen kevés értékes a sokkal jobb vízű pontja. Egyébként a pontja az nagyon-nagyon népszerű lett, amikor elterjedt a halas tavak révén. Egy morva püspök egy egész könyvet írt a ponty dicséretéről, hogy az mennyire jobb hal, mint bármilyen más tengerzése új hal. Ez a 17. A következő témánk az állattartás. Az állattartás, amit még Herman Otto, aki ugye a magyar állattartásról és halászatról is könyvet írt, szintén ősfoglalkozásnak tart. Ebben egy kicsi olyan darwini evolúciós szemlélet van, hogy az emberek ősidőben ugye nem termelnek, hanem csak gyűjtögetnek, zsákmányolnak, és aztán ebből az egyik átmeneti félig termelés és félig még gyűjtögetés, zsákmányolás a állattartás, mint a halászat is, és ezek ősfoglalkozásai a magyarság. Az állattartás különben is egy furcsa hangsúlyt kapott a magyar őstörténeti szemléletben. Ugye előtt az első órákon, amikor megkezdtük ezt egy évvel ezelőtt, a tüntet évvel ezelőtt, az előadásokat, akkor vitáztam is ezzel, hogy minket úgy állítanak be, mint ma is nagyon kedvelt kézikötve, és hivatalos és nem hivatalos elméletek, hogy nomád nép. Ugye ennek a visszásságáról én már beszéltem, mert a klasszikus nomád a nyugati szóhasználatban az, aki nem termel, hanem kizsákmányolja a termelő földmérs népeket. Az állattartás ugyanis tized annyi népet tud csak eltartani, mint a földművelés. És annak az intenzívebb formái, a szőlőművelés, kertészkedés, komló termesztés, stb. Az még többet tud eltartani. De, hadd tegyem hozzá, hogy egy adott területen a legnagyobb hasznot, az emberi táplálkozásra, a legnagyobb hasznot a halastó hozzá. Egy kezelt halastó, ami hasznosítani tudja a Magyarországon, a nyugat-európai már nagyobb napfénytartalmat is, és a biodiverzitásban adódó természeti sokféleségnek egy sajátos kihasználási módját is jelenti. Nem önmagában csak a hal, hanem a víz magasabb szintje miatt a nedvesebb, még földmelése nem használható, de mégsem nyílt vízű területeknek a rendkívül gazdag hasznosítási módját egészíti ki. Ezek között nem utolsó sorban a gyümölcs termesztés, amit külön kellene majd még beszélnünk, van az első helyen, hiszen régen nem gyümölcsösei voltak az embereknek, hanem erdeik voltak az embereknek, és abban voltak az oltó gyümölcsfák. Egyébként megint egy biológiai tény, hogy a monokultúrában az egyedek kevesebb termést hoznak, mint hogyha vegyes
fajták vannak egy helyen. Ezért terem többet például a, nem csak az éghajlati változatosságú kiegyenlítése miatt, hanem különben is, mert egymás mellett nem azonos növények épp, például úgy lett kétszeres, ahol húzát kevernek rozsra. Ha nedvesebb az időjárás, akkor a rozs többet terem. Ha szárazabb, amire nem tudom, hogy a magyar éghajlat nagyon hajlamos, akkor a húzat terem többet, de mindenképpen több értéket terem, termet egy kétszeressel beletett terület, mint az csak rózsal, vagy csak búzával lett volna betett. Ez viszont ellentétben a modern idők kereskedelem központú gazdálkodási szemléletével, mert ennek az összetétele mindig változott. Nincs pontosan ki egyensúlyozva, hogy mennyi a búza és mennyi a rozs benne, és kereskedelmi forgalomban ezt a vegyességet, ezt már nem tűrik meg az európai kultúra. Tehát lassan leépült és eltűnt a termelésből, még a 60-as, 70-es években még termeltek kétszeres. Egyébként a őskori régészeti kutatások azt bizonyítják, hogy korábban, egész visszamenőleg a neolitikumban, amikor kialakult a Európában is keletről jövő földműves kultúra, nem egy gabonaféle, hanem három-négy volt egyszerre a termelésbe véve. Ezt onnan tudjuk, hogy ugye az egy ősi technika volt, az talán még a gyűjtögetés a termelés előtti időkre is lehet vissza, hogy a magokat eltartani és megőrölni akkor lehet igazán, ha elpusztítjuk hőkezeléssel, tehát megpörköljük. Most ennek óriási jelentősége van a tudomány szempontjából, mert a mag, ha nem pörkölődik meg, akkor az kicsivázik. Azt nem lehet konzerválni. A pörkölt mag viszont több ezer évig megmarad a földben esetleg. Mert már szénné vált. De a kutatás meg tudja állapítani, hogy az milyen mag volt. És hát itt például a magyarországi ilyen areobotanikai kutatások bizonyítják, hogy a részkorból és a hastatkor elejéről megmaradt gabona leletek, amik mindig valamilyen katasztrófa során már fogyasztása, őrölése előkészített pörkölt magoknak a megtalálását jelentette, hogy abban 3-4 féle vagy 5 féle különböző mag volt. Most az emberi táplálkozás szempontjából ez nyeresség, mert nyilvánvaló, hogy a különböző összetételekben vannak ebben az ember számára hasznos nyomelemek, vitamin és egyebek. Tehát ez nem volt kárára a fogyasztásnak, de a kereskedelemnek igen. Éppen egy gyulai nevezetű kutatónak erre vonatkozó kutatásairól hatott előadást hallgatta végig, hogy itt a Tápió vidékén, Hotvan környékén, mert az ásatásoknál előkerült gabonafélék, sorolta föl, hogy miket találtak az ilyen véletlenül pörkölten a föld alá került és megőrzött leletekből. Az állattartás is valahogy úgy illeszkedik ebbe bele, hogy nem csökkentette a földművelés jelentőségét. Egyébként, ha fölvetítjük a kárpátkori magyar falvaknak a térképét a Kárpát-medencére, mindenhol ott találunk csak falvakat, szinte kivétel nélkül, amelyik gabona termelése és állattartása egyaránt alkalmas. Később olyan területeken is találunk magyar településeket, melyek nem gazdasági, hanem stratégiai okokból kerültek arra a helyre, tehát például a székelyeknek őrizni kellett a keleti határ, tehát a székely határő falvak azok olyan magasság voltak, ahol a gabona termesztés már csonka. Ugye például a Gyimes, ami nagyon későn népesül be, akkor hasonló korábban benépesült Gyergyó vagy Kászon vidékeken, már nem terem meg a búza. Ott ugye pityókát termelnek, a kukorica még annyira sem terem. De például Gyimesen, azt tudjuk, hogy ez csak a 18. században népesült be. És a megélhetést ott az állattartás jelentette, és az élelmiszer termelésben csak a pityóka, a krumpli volt jelentős, esetleg az a várba még, amit termeltek. De ez szinte kivétel.
egyébként ahol régészeti topográfia készült, ott mindig bizonyítható, hogy minden falunak a határában volt földművelése alkalmas, gabonatermelése alkalmas terület. Ugyanakkor az állattartásnak a szerepe kiegészíti a földművelést, hiszen a föld, az ekés földművelés elképzelhetetlen munkaállatok nélkül. Nem úgy, mint az amerikai, az újvilági növénytermesztés, ahol kapás kultúrák vannak, ugye, onnan jön a krumpli, a pityóka is, meg a kukorica is. Ott az állatokat a föld megmunkálására kevésbé használtak, tehát a kapás kultúra. De az európai szántóvető kultúra, ugye az eleve az elsőbb az ökröknek, a marháknak a munkaerejére épül, és szántással van összefüggve. Viszont az föltételezi, hogy nincs földüves falu állattartás nélkül. Tehát állattartás igen nagy jelentőség. És ezen belül a lótartás éppen a magyarság számára kulcsfontosságú volt, mert a veszélyeztetett népvándorlási korban nem volt mindegy, hogy egy nép milyen ellenállást tud kifejteni az egymást üldöző, az egymást legyőző, leteperő, életét harcoló népek hát küzdelmében. És kialakul egy olyan viszony a magyar ember és a ló között például, aminek a földerítése még mindig hátra van. Az ember és az állat viszony az egy nagyon érdekes téma, ami nem csak gazdasági téma, hanem pszichológiai téma is, és sok minden egyenlő. Tehát a magyar állattartásnak egy olyan ága is van, amely különösen az első századokban is sajnos szinte mondhatnám, hogy egész történet során szorosan kapcsolódik a mi veszélyeztetett helyzetünkhöz, tehát az állatnak a hadi jelentőségéhez. És természetesen, hogy kicsit előre fussak ebben a témában, az állatok csontleletei azt bizonyítják, hogy a magyarságnak az a fajta tömeget adó ló állománya, amivel a harcosok ugye bejárták egész Európát, nem rablásként, hanem mindig szövetségesként hívták őket. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy kalandozások azok ilyen rablóhadjáratok voltak. Hát el sem képzelhető, ezt szerintem többször hangsúlyoztak, hogy egy magyar lovas csapat, mint tudom, 800, 1000, 1200 fővel és kb. Dupla annyi lóval, az eljut térkép és iránytű nélkül Barcelonában vagy Granadában. Hát mindig hívták, mint szövetséges, hogy tudták, hogy olyan harci ereje van egy magyar lovas csapatnak, ami háromszor annyit ér, mint egy olyan lélekszámú gyalogseregnek. És ezekre a hadjáratoknál ezek a lovak megváltak, ezeket nem kellett abrakot vinni. Ezek annyira edzettek, kis igények voltak, nem voltak nagy lovak. Ezeket próbálják most a tenyésztők visszahozni, huculló, ugráló, székely, havasiló címén, de tulajdonképpen ez a Szíhátúnak régi írásokban, Szíhátúnak nevezett, mert a 19. századi királyság közben még megvolt ez a lófajta. Parlagi lófajta, ez jóformán teljesen kipusztult Magyarországról. A félembereknek, ez már a Kun korszakban, vagy avarok idején, vagy korábban szkíta leletekben is elválik, hogy az előkelőek, a fejedelmek sokkal nagyobb ló melléklettel temettettek el, mint a közember. Tehát már akkor nem egységes volt a magyar lóállomány, de az a kiváló viszont a lóvas és az ember között az nem a főembereké, mert az a lovászt tartott. Az csak akkor ült a lóra, amikor parádézott, vagy pedig vezényelte a hadsereget. De a közember az a lóval együtt élt. És mostanában nagy divatban lótartó, vagy lovagláshoz kapcsolatos kultúrában, hogy egy amerikai cowboy föltalálta a szelíd lóidomítást, és elfeledkeztek arról, hogy közben már a 18. század végén egy magyar ember megírta, hogy hogyan kell a lóval bánni, nem úgy, ahogy a spanyol és egyéb lovas iskolákban kényszerrel, dresszúrával velik a lovakban, hanem van egy ilyen csendes, baráti lótenyésztési mód is. Tehát a lovak jelentőséget kapnak,
nem annyira magában a földművelésben, mert fényképre vetítették még a múlt század első felében az igásállatok elterjedését, hát nagyon kevés helyen használták szántásra is a lovat. Elsősorban hegyi terepen, székelyeknél fordul ez. Egyébként a munkaállat az kifejezetten a marha, az ököd volt, még pedig a régebbi fajta, az úgynevezett szürke marha, a magyar fajta marha, amelynek a ugye, leáldozása, kiszorulása a 19. században indult meg nagyon gyors léptékben. És akkor sok helyen a marha helyében is a ló lép, mert a modern Svájcról származó marhák, például részletesebben kitérek, azok igazásra kevésbé alkalmasak, azok tejellép marhák voltak elsősorban. De visszatérve tehát a lótartás és megyéb állatoknak a tartása, és ez mind a úgynevezett régi magyar fajtákra vonatkozik, tehát a szürke magyar marhára, a parlagiplóra, erre a úgynevezett szíjhátulóra. Onnan tudjuk, hogy milyenek le voltak ezek, mert hát a lovat lopni az nem csak szükségű volt, hanem egy virtusból is ment néha. Különösen amikor a nemzeti ellenállás a földbirtokos urakban, a gazdagokban, elsősorban a Habsburg kiszolgálóit látta. A betyárságnak ez az egyik gyökere, nem egyszerűen megélhetési rablók voltak, hanem nagyon gyakran az ellenállásnak, a nemzeti ellenállásnak, nem véletlen, hogy a költészetben teljesen ebben a formában maradt fönn szinte a mai napig a betyárságja. És ilyenkor leírják a lopott lovat. Ugye egy kurrens levelekben, amit faluról falura küldtek, ugye a jegyzőségek, a bíróságok, hogy az eltűnt lovat megszerezzék. És épp a Sárköz környékében, a szekszári levéltárban nagyon sok olyan kurrens levél maradt meg, ami ezt a parlagi lovat írja le. Tehát ilyen leírásokat találunk. A legfontosabb, ami megkülönböztetve minden többi lótól, a nemesített, arabs, angol és egyéb kereszteződésben már nagyon korán behozott lovak, hiszen hát a törökkel kapcsolatosan is, hát a törökök már arabs lovakat használtak, és a föllovak cseréjéről és értékről már Balassi és Tilózni is írt. Ezzel szemben ezek a parlagi lovak, akik istáló és észtett széna nélkül is át tudtak telelni, ezek szíjhátúak, vagyis olyan fekete, sötét vonal fut végig a hátukon, átgerincükön, mint a szamáról lehet látni, ha láttak már közelről szamara. És úgy keresztbe is, a két első lábánál keresztbe is ment. Előmondják azt, hogy a szamár viseli a kereszt jelét, mert egyszer az urat vitte a világvasárra. Ez a szíjhátúság. Ezek nagy sörényűek voltak, aránylag nagyobb fejűek voltak, és kisebb termetek. A marmagasságuk elmaradt a későbbi mesterségesen magasított marmagasságú lovakkal szemben. És ilyen leírásokat találunk, hogy hát a farkas harapástól jegyes. Ez azt jelenti, hogy megküzdöttek a farkasok. Akkor, ha a farkas rajt volt már és bele tudott harapni, akkor valószínű elpusztult volna és nem lenne körözés tárgya. És az emlékanyagban a régi sárközélyek emlegették, hogy bizony a farkasok néha megtámadták ezeket a lovakat, fölmásztak egy széna bogjára és onnan rájuk vetették magukat. De ha elég társa volt a környékén, akkor megrohanták. És hát elűzték az farkas. Tehát a farkas harapástól jegyes, az azt jelentett, hogy túlélte egy farkas támadást. Más érdekessége még ezeknek a köröző leveleknek, hogy a nagyon változatosan írják le a színt. Mert már Horne Hermann Otto is írt róla, hogy sehol a világon annyiféle elnevezése a ló különböző színárnyalatainak, mint a magyar nyelvben nincs. 5-6-szor annyi, mint a utána következő legismertebb nyelvünk a lovakra vonatkozó leírásánál. Ugye gondolom, hogy pej, szürke, acél szürke, fecske, hasú, stb. Rengeteg leírása. Nagyon gazdag ez az anyag. És benne, erre Tálasi István volt professzor, hívta fel a figyelmet,
ő külföldi adatokra hivatkozott, hogy a olyan népek, akik nagyon hosszú időn át veszik igénybe a lovakat, harcban és egyebekben, tehát nagyon nagy teljesítménye kényszerítik a lovaikat, azoknál előfordult, hogy a könnyebb levegővétel érdekében fölhasították a ló orcipály közti részt. Tehát, hogy nagyon szélesítsék a levegő befogadására a nyilást, hogy így mondjam. És ezekben a szexárdi ló leírásokban említik, hogy, hogy orra fel van hasítva, amit eddig csak távolabb versárdi népeknek a lovainak a gyakorlatából ismerik. Ott csak mint egy jegy, amivel meg lehet ismerni a lopott lovat, ott szerepel, hogy a farkasarapás, vagy föl van hasítva az orra. Hát ez a lóállomány kiegészítette és lehetővé tette, hogy a magyarság ebben a vízhivatalos névvállalási korban megmaradhatott, sőt, ugye egy összefogott európai ellentámadásra, hogy a magyarság megérkezése után sikeresen tudott választani, gondoljuk a pozsonyi csatára, ahol Árpád is meghalt, és a fiai meghaltak, de egy egyesült európai serget vertek tönkre. Hát később nagyon sokáig a magyar lovasság volt a magyar hadseregnek az ereje, és nem véletlen, hogy egyáltalán, hogy föl tudják venni ennek a gyorsan mozgó magyar lovas csapatokkal a küzdelmet Nyugat-Európában, és ki kellett fejleszteni legalább, ha nem is egy hadsereget, de egy olyan lóállományt, amely legalább olyan gyorsan ment, mint a magyar lóba. Azt a Stuttgart neve, nem tudom, hogy hallották-e, Stuttengarten, vagyis Kanca telepe, kert. Már nem emlékszem, hogy melyik, ne, és ők se tudják pontosan, hogy olyan nevek, a név keletkezése egészen biztos így volt. Német fejedelem elrendelte, hogy minden meghatározott kerületben föl kell állítani azokat a ló, méntelepeket, hogy érdekes, most ők a kancát emlegetik, mi meg ezzel kapcsolatban méntelepeket, hogy kifejlesztik azokat a lókat, és talán olyan gyorsan mennek, mint a magyar. De más hírközlésekor nem volt. Betölt egy magyar szövetséges, valamelyik európai szövetségesként hívja a magyarokat, az ő sikere abban volt, hogy gyorsabban ment, mint a hír. Nem volt gyorsabb hírközlés, mint a gyorsabban való magyar sereg. Tehát ez fontos, hogy kiegészítette a magyarság meglemaradásának a feltételeit. A állattartásnak ez a sajátos módja, ez a nagyon edzett, és a szándékosan is az időjárás edző hatásának kitett tenyésztés, tehát benn van egészen a 19. századig a magyar lótartás. Ott, ahol ezeket a régi parroni lovakat használták. És ez kapcsolatban van a vízzel. Ugyanis állatok téli eltartásában óriási jelentőségű a vízmenti táj. Ott, ahol mind egy savanyú fölület nőnek, de okleveles, nem okleveles, hanem írásbeli feljegyzések, nem oklevéről szó, hanem periratokról és utairatokról van szó. Ismerem azt, éppen a Duna mentéről tártam és találtam ilyen feljegyzéseket, amikor vitáznak egy területnek a használt joga felett, főleg azután, hogy a Vödes urak kisajátítják a közösen használt területeket, a jogágyokat kikergették onnan. Az egyik vallomás azt mondja, hogy igenis az megérhetésükhöz szükséges. Nem igaz, hogy ez egy használhatatlan terület. Mert amikor ősszel a dér megcsípi a nádat és a gyíkét, akkor a lovat is marhát megeszik. Tehát azt, amikor az teljes épségében van olyan éles és olyan kemény növények, mint a nád és a gyékény és sok más hasonló sás, ősszel, mikor azt megcsipi a fagy, akkor fogyasztható, és azért épp ragaszkodnak például ahhoz a területhez a mohácsiak, mert a püspöki uradalom ki akarja saját.
Tehát ez nem egy feltételezés, hanem írásban is rögzített módja volt a téli eltartásnak, hogy olyan területek, amelyek hát ma értéktelennek tűnnek, azok ilyen körülmények között a bázisát jelentették az ottani állatállománynak. A másik, amit meg kell gondolnunk, az, hogy amit egész Európára érvényes, de Magyarországra is, hogy régen ez a legelő, amit mi most legelőnek tartunk, egy fátlan füves terület, nem ez volt az állattartásnak az alapja, hanem az erdő. Majd erre idézem például Berzsenyi. Berzsenyi rendkívül élesen látja a dolgot, de a földes úr részéről. Természetesen. Mert ő is nemes ember volt, földes úr volt, de azért magyar ember volt és látta a visszásságokat is. Az erdő. Itt hivatkozok arra, hogy a régi klasszikus mezőgazdasági írók, Columella, Vergilius, Plinius és a többiek a latin munkákat írtak, például a földverést. Ne felejtsük el, hogy ugyanaz aggodalom töltötte el őket, mint a mai magyar ember, hogy látja, hogy megy tönkre a magyar mezőgazdaság, és fölkiált, akkor elvész a nemzetre a mezőgazdaság, a földdel való kapcsolatunk megszűnik. És ott bőven írnak az állattartásról is, és írják, hogy melyik fa a leghasznosabb az állat számára. Nem a füveket tárgya, nem beszél legelőről. Az erdőről beszél. Az erdő fájról. Érdekes megjegyezni, hogy a legértékesebbnek tartják a kőrist és a berkenyét. Azt szereti legjobban az állat, és attól a legjobban. De legelték a juharfényéket, sőt, bizonyos esetekben például tavasszal, még a tölgyfa ágát is, ami még nincs levél, hanem csak rügyek van. Éppen megint tapasztalatból, a Möcsek környéki kutatásainál találkoztam azzal, hogy tavasszal, amikor már alig volt erdő legeltetés alkalmas, és a falu rétjeire való kihajtás, vagy legelőre való tavaszi kihajtás előtt, megállapodtak az erdészettel, vagy sutyomban megcsinálták, hogy a tölgyerdőbe hajtották az állatokat, hogy elegendő csersavas, rügyet, ágat szedjenek az állatok, mert akkor a friss legelőre listálóból kiszabadított állatokra mentek, nem kaptak hasmenést. Egyébként télen, mikor vágták az erdőket, ugye télen volt, tél volt az erdőirtásoknak az ideje, a télire rügyekben felhalmozott tápanyagot, a levágott fáknak az ágainak a táplálásával hasznosították az ökrökre. Elsősorban az ökrök tették ezt. Tehát az erdőnek óriási jelentősége az állattartásban. Ma is nagy probléma, hogy akármilyen dus a Lóherrével és Lucernával gazdag területen, ha van egy-két fa, és betörnek oda, vagy átugorják a kerítést a szarvasok és az őzek, akkor nem a lucernát teszik meg a legkülön, hanem azt a fának a kérgét, amit el tudnak kapni a csemmetét. Jobban szeretik a legjobb fűnyét is. Meg én is így jártam, hogy a hosszú etékben lakom van egy kertem, gondolom bevetettem a fák közé lucernával, majd talán valakinek szüksége lesz, akkor hasznos az a terület is. Bejönnek az állatok, és nem a lucernát zabálják, hanem a friss csemmetének a kérgét és ágát szerint. De aztán nem válogatnak, ültettem úgynevezett homoktőzést, nem tudom, hallottak róla, nagyon értéke. Csupa tüske, nem is tudom, hogyan lehet azt leszületelni, egy fél óráig kínódik az ember, akkor egy marékkal le tud szedni, akkor is összetűnti a kezét véresre. Azt is megették, azt is lerálják, hogy hogy tudták, nem, majd egy kamarát elkerült, hát a tanulok belőle, hogy hogy kell a homoktőzést aratni. Hiszen ugye az a hív róla, hogy óriási cég, mint a tartalma, és azok különböző nyomvállemeket, a magjából olajat készítenek, és használják. Nem nagyon ismerik még a Magyarországon, ezt erre a másik világháborúban jöttek rá, amikor nagyon rossz egyelmezése volt a katonaságban, és akkor tessék. Gyógyban vannak még eletek, az oroszok. Igen, nekem mondom, ne is ültettem. Hát a lényeg az, hogy a fák,
fák lombját értékesebb takarmányát tartották. Északon megmaradt szinte a mai napig Svédország, Norvégia, egyes területei. Mielőtt még ugye a fa lombja nem akkor hullik, mikor már jön a faj. Előzőleg már olyan anyagok termelődnek a fa nedveiben, amelyek levetik a lombot. Az a lomb már nem értékes. Tehát akkor kell learatni, télire eltenni a lomb szénát, Erdélyben még használták, de ma is még használják Skandináviában, mielőtt még a lombhullás megjön. És akkor ennek a learatása ott olyan nagy ünnep ma is, mint nálunk a szünet. Vagy régebben volt a szénak a szállás. És akkor ezt a levágott lombos ágakat megszállították, gulágba tették, és azzal letették télen az állatokat. És itt nagyon a évszázadokon keresztül nagyon okos, ökonomikus, vagy gazdaságos gazdálkodásról van szó, mert a lerágott ágak, mert közben kiszáradtak, ezeket tüzelték. A középkori táblaképeket nézzük, ahol valamilyen jelenet van, hogy tüzelnek, vagy megpörkölnek valakit eretnegsége miatt. Nem hasábfákat égettek, hanem ilyen ágafágat égettek, amiről már lerágták az állatok a lombot. Tehát a lombbal takarmányozták őket, és ezek az ágfákkal tüzeltek. Hasábfával, olyan tűzifával, amit mi most használunk, csak azután lehetett, miután föltalálták a fűrészt, és a nagyon sokáig Moldvában még a 19. század közepén nem is ismerték a fűrészt. Tehát a tüzelés az csak áfában történt, nem is javastagabb is volt, de jobban lehetett várni. És ennek a fa lombnak a szerepe egész Európában általános volt. Csak az erdővédelem időzőjelvetében az hozza azt, hogy kizárják az állatokat az erdőből, sajátítják ki a fatermelés érdekében, ebben a nagyipar, ugye kohászat régebben nem szenet használt, hanem faszenet használt, akkor a nagy építkezések miatt kezdik védeni az erdőket, és kitiltani belőle az állatokat. Erre vonatkozóan is érdekes adatok maradnak fenn, már a 18. század végén, 19. század elejéről, még megengedik egyes uradalmak, hogy bemehetnek az erdőbe legeltetni, de baltát nem vihet magával a pásztor vagy az, aki őrzi az állatot. Mert hát előbb-utóbb az alul lévő állatokat lerágják az állatok, hogyha kedveskedni akar az állatainak a gazda, akkor levág egy ágat, amit már nem ér el az állat a földről. És ezért szigorúan kérdezik, bemehetnek az erdőbe, fejszét, magukkal. És ez csak a 15. század végén fordul meg, és kezd előtérbe kerülni a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos ilyen ugartartó legeltetés és a fátlan legelő a állattartás nagy visszaszorulására. Mikor ezt a 1767-es, ugye az elkülönülési törvényről talán már beszéltem még az előző órákban, lehetővé teszi az erdő kisajátítását a földbirtokosoknak. Nem utolsó sorban az a dicsekszik, hogy Mária Terézia Európában egy legelső olyan uralkodó, aki erdővédő törvényeket hoz. Ez természetesen a földesül fatermelő erdőgazdaságát védte az jobbágyok állattartási érdekeivel szemben. Ez olyan felháborodást okoz a magyar népben, amely századokon keresztül az erdőbe teleltetett, és lombban is táplálkozott, hogy több helyen lázadások törnek ki. Amit aztán katonasággal levernek, és a híres Festetics uradalom, a Csurgói uradalomban 1747-ben Csurgó főterén lefejezteti azokat, akik nem hajlandók elismerni a földesül előjogát az erdők kizárólagos használatára. Másrészt ezek az erdők nem olyanok voltak, mint a mai erdők. A mai erdőben körülbelül egy azon korú fák egymással versenybe törnek föl az ég felé, a napfény felé, és az árnyékba került ágok elszáradnak, hogy alul nincs is ága tulajdonképpen egy bükkerdőnek, vagy egy gyertyámosnak, tőlem jelenni. Lehet látni, hogy egy már teljesen kopasz
ár nélküli törzsek szaladnak föl, és akkor fönn 10 méter magasságból zárnak, de a lombkoronát nem engedi be a napfény sem. És vannak erdők, ahol viszont olyan, vagy legelők, így is lehet nevezni úgy is, ahol magányosan állnak egymástól 20-30 méterre fák, akik még alul is széles ágaik vannak. Ezeket úgy nevezik, hogy hagyásfa. Nem egy erdőből kihagyott fák ezek, mert ha az erdőben élt volna ez a fa, ott nőtt volna fel, akkor oldalt is lennének ágai. De nincsen. Illetve nem lennének oldalt ágai, mert az ágaiba kertek lennünk. Ezek úgy nőttek fel, hogy körülsütötte a nap, tehát magányosan nőttek fel. Ez a legelő erdő, vagy gyóta, a régi magyar nyelvben, ami a legtöbb hasznot hajtja az állattartásnak. Mert a fák között van annyi tér, hogy ott legeltethetnek, hisz tehát a fűföldön. Sőt, a fák megakadályozták a tavasztól őszig a harmatnak a gyors fölszáradását, mert részben akadályozzák a légmozgást, részben egy ideig bizonyos területe ennek a fűfelületnek árnyékban is van. De mivel ritkásan állnak, vagy észre, vagy reggel, vagy este, besít a fa alá is a nap, tehát ott is megfelelő, sőt jobb fűnő, mint hogyha ott nem lennének fák. Ugyanakkor ezeket a fáknak a gyümölcsét, a makkot, vagy vadalmát, vackot termő a fáknál is óriási jelentősége volt az állattartásban. Nem csak a birkák és a disznók, de a lovak is megették, a fölvegelték a gyümölcsöt a földről. Hát hogyan lehet? Ez egy mesterséges forma. Ez természetesen nem alakult így. Ebből is azt hiszem, hogy pár gondolatot mondtam, de újra most az állattartás szemszögéből nézve. Minden tavasszal kiirtották ezt a gyótát attól a tüskés növénytől, ami megakadályozta a legeltetését a fűnek. Tehát a kökény, galagúnya, padrózsa, kányatő is, ezeket kivágták, hogy, mert ha nem vágják ki, előbb-utóbb, mert ezeket, hát ha lehet, akkor azért elkerülni a legtöbb házi állat, kivéve a kecske, mert és a terve az minden tüskés dolgot is meg tud enni. És érdekes a vadállatok, a szarvas is. De minden esetre, ha nem kezelik így ezt a legelő erdőt, az idő után tüskés bozóttá válik. Használhatatlanná válik. Tehát mindig ki kellett tisztítani. Na most, hogyha egy nagyobb helyen egy ilyen öreg fát a villám sújtotta, kiszáradt, és ott jó lett volna egy már újabb fát pótolni, az csak úgy lehetett, ezt egy öreg gyilvánfai ember mesélte nekem, hát ott nem írtották ki a tüskét. Egy 2-3 négyzetméter. Nem is kellett gondoskodni, biztos oda került egy mak vagy egy vadalma, stb. És a tüskéknek a védelmébe fölnőtt a kis csemete. És akkor azt nem tudtam nem megközelíteni a legelő állat, mert a tüske végte. És amikor már kinőtt a marha szája alól, már olyan nagy volt és hogy van, fás kérget nevelt, hogy azt már marha nem tudta megtámadni, akkor szinte a saját árnyékával és az ember közreműködésével ezt a őt fölnevelő tüskés bozontot kivágták. És íme megint ott volt a legelő erdőnek egy újabb fája, még szélesen elterülő ágai alatt nagyon meg tudta küsülni a téli napban, és ami védte a területet a kiszállító szellők ellen is, megőrizte a harmatot is, és megfogta például hóviharokban a havat is, hogy megsoroljál beívé. Teljesen kopasz területről, néha az utolsó szemig elviszi a szél a nagy hóviharban, pedig annak a nedvességére alapjának szüksége van. Tehát a biodiverzitást fenntartó formációról van szó, ami nem természet adta, hanem az ember közreműködésével jött létre. De ugyanaz, mint az átmérő gazdálkodásról beszéltem. Ha nem gondolkodott volna az ember a víz kiterítéséről és visszavezetéséről, akkor ez egy többletes mocsárra vált volna. De azáltal, hogy gondoskodott a kiáradásról és a visszamenetelről, a biodiverzitásban gazda, változatos az ember és állat számára hasznos területé vált.
Tehát az ember nem csak pusztítani tudja a környezetet, ez most már első helyen van, ugye, hogy a méretetlen profitérség miatt hűserdőket várnak ki, és, de tud együttműködni is vele, és emelni tudja a biodiverzitását, a biológiai értékét egy területnek. Mert az ember is része a természetnek, amíg el nem idegenedik tőle, és ezért elő tudja segíteni ennek a természetnek a gazdagságát. Ha erről megfeledkezik, és önzően, rövid távon gazdálkodik, akkor viszont pusztul a történet. Akik megfordultak a Mediterránumba, különösen ugye a Görögország, Kréta, de akár a Dalmát tengerpartokon, látja azokat a iszonyatos karsztokat, ahol már semmi növényzet jóformán nincs. Az mind erdő volt és gazdálkodás alatt lévő erdő volt. Csak miután egy szűkebb terület, szűkebb réteg kisajátítja ezt a területet és kiűzi onnan az ember és természet együttműködését megvalósító kis falusi közösségeket és kistermelést, pusztul el a környezet. Például a Kréta vagy ezeket. Tiszta szikla az egész. Hát hogy tudott ott egy kultúra kialkodni, mikor még olyan jó vizet is talán így volt. Nem szólva a véletet. Nem, azok gazdag területek voltak, amíg az ember együttműködött a természettel. Aztán jött egy önző, fösvény, uralkodó réteg, amelyik szövőt termelt ottan, és nem gondoskodott a termőföld visszaoltásáról, és a végén karsztá vált és használhatatlan. Ez a veszély ma Magyarországot is veszélyezte. Tehát amikor egybeszántják a korábban dűlőkkel felosztott hatalmas nagy hegyoldalakat, vagy domboldalakat, még szerves anyag utánpótlás is, mert nincs állatállomány, minden, ha egyáltalában van, akkor trágyázás az műtrágyába történik. 20 év múlva a dombok területét már most így látni tavaszi szántásnál, hogy már világosabb, ott már más színű az agyag, hát azok nem lehet majd termelni semmit sem. Az ugyanolyan használhatatlanná fog válni. De hát a mostan, ezt tanítják az egyetemen, egy nagy üzem, ahol nagy gép van, és nem fordul minden percben a dűlőhatáron, vagy a parcella végén vissza, hanem egyben megy 2 kilométer, az a kifizető. Kevesebb a kenőanyag szükséglete, kevesebb a hajtóanyag szükséget, kevesebb az emberi erő szükséglet, itt lehet igazán termelni. Ezt tanítják, 300 hektár alatt nem érdemes gazdálkodni. És ez nem csak a társadalom pusztulását okozza, nézzék meg a demográfiai mutatókat, hanem el fogja pusztítani ezt a természeti környezetet is, ami nem az adottságok, a természeti adottságok miatt volt gazdag, mert a biodiverzitásnak egyik része a fajta gazdagság, ezt a természet adja. De hogy az fönnmaradjon, azt az ember tudja csak biztosítani. Vagy együttműködik a természettel, és növelni tudja, biztosítani tudja ezt a diverzitást, vagy ha nyerészkedően kihasználja, akkor elpusztul az egész. A társadalommal együtt. És nem véletlen ez. Visszatérve az állattartáshoz, tehát az állattartásnak megfelelően kialakított határhasználat, ahol a vizes területek, mint téli legelők, az erdők, mint egyéb legelők szolgálnak. Sőt, a földművelés is úgy oszlik meg egy vagy két nyomásra, vagy három nyomásra, hogy a termőföld pihentetése, még ami nem ismerik a szerves trágyázásnak azt a formáját, hogy kihordják az istállók, hiszen egész télen kint vannak az állatok, nincs, ahol összegyűjjön. De azáltal, hogy a kettős forgóban minden második évben a területet legeltetik, és a legelő állat trágyázza, vagy a három nyomásban, ugye mind a harmadik évben marad a szántóföldnek, aztán terület nyomásnak, vagyis legelőnek, ezt azért otthon nyitotta valamennyire. Különösen ennek aztán kialakulnak fantasztikus módszerei, hogy a kosarasztatástól kezdve a legelő állításig és több ilyen működtek részleteiben később fogok visszatérni. Tehát az itt megülő magyarság egyszerre használja ezt a területet gabonatermelésre, egy sajátos állattartásra, és ezek az erdős részek és
egyben egy igen magas gyümölcs kultúrát is hoznak létre. Erre is csak utalnék arra, hogy a Habsburgok igazán nem nagyon kedveltek minket. Ha kedveskedni akartak egy európai uralkodóháznak egyik legértékesebb ajándékot, a Magyarország is gyümölcs oltó gajakat küldtek ajándékba. Ezt Rapalics Rajmond írja a Magyar Gyümölcs című kötetében. És mikor Mohács után Szulejmán birtokba veszi a hódolcsányi területeket, az ő számára lefoglalják a legértékesebb, úgymondom, adóalanyukat, akkor szerelne egy gyümölcsös sziget, ami gyümölcsös erdő volt, a legeltetése, tényelegeltetése és a gyümölcs termés használta terület volt, ezt Szulejmán számára személyesen lefoglalják, olyan jó gyümölcs területek. 60-as években még végigjártam a Duna mentét, a Duna menti szigeteket, a Dunában lévő szigeteket, az Ordas, a Bölcskei, a Madocsai sziget és a többi hatalmas nagy 50-60-70 centi átmérőjű gyümölcsfák között jártam térdig a lehullott gyümölcsbe, ami időként a téhez áthozta a disznókat, csak ott öletették. De akkor az már korábban felutoszva, szinte minden fának külön tulajdonosa volt, ez a 18. század végén, 19. század elején kezd kialakulni, hogy magánbirtoklásba kerül a fa. De aztán ugye a TSZ-esítése és ennek a nem piacos gyümölcsnek, mert ezek nem nagy, szép, mosolygó Jonathanok és Idaredek voltak, vagy Golden Delicious-ek voltak, hanem ugye Batul, Usvéti Rozvaring és egyebek, ezek nem olyan mutatósak, de tartós gyümölcsöt termettek, ezeket már nem becsülték semmire sem, holott azelőtt ezekből is készítettek különböző italokat, ecetet, aszalták, főzték, ették, ember és állat egyaránt. Óriási értéket jelentették, hatalmasan használhatatlan. Igenis, azért ebben a nagy romlásban azért vannak előremutató jelek, amelyek mindig egy kicsit kapcsolatban vannak a régi szokásokkal, a régi kultúrával. Ugye ismeretes, és talán újságokból mindenki előtt világos, hogy idén is nem csak almások, de bogyós gyümölcsek különösen szedetlenül maradtak. Mert a fölvásárló a leszedésnek az árát se fizette meg a fölvásárlási árban. És szerencsére ott, ahol ez a gyümölcs kultúra, ez a lékészítő, csigerkészítő kultúrája jobban megvan, hogy Ausztriában van egy Ausztria, Szankölten és Bécs között egy részre, azt úgy hívják, hogy Mostviertele, ami most negyedet jelent, egy tájat jelent, ahol legelőerdőszerű módon kaszálók között hatalmas nagyfák, legalábbis most még így lehetett látni, amikor kijártam a 70-es évek végén, 80-as években, aminek a gyümölcse ilyen apró körte, alma egyéb volt, ezt ők ledarálták, és mustot csináltak belőle, és a pincébe rejtették. Na most ott egy idő után meggerjed, de nagyon erős savtartalma miatt nem penészedik, vagy nem romlik meg olyan gyorsan, mivel nagyon gyenge sör alkoholtartalmával, 2-3 százalékos alkoholtartalmával, idegenforgalmi nevezetesség, a világ minden részén mennek oda ilyen almabort, vagy almamustot, vagy körtemustot, így én is itt a nagyon jó ízű. Na most ezt itt is megforrósították, 2-3 ilyen üzem van már, ahol az ember elviszi a gyümölcsöt, megmossák, ledarálják, kipréselik, pasztorizálják és zacskóba visszaadják, olyan zacskóba, hogyha az ember ereszt belőle, a levegő nem megy utána be és nem romlik meg. Ezt is kitalálták az osztrákok. De egy óriási dolog lehet Magyarország számára. Érdemes lesz leszedni azt, mert ha nem veszi át a nagy kereskedő, akkor levet csinálok belőle, és az hetekig, hónapokig eltartható. És nincs benne semmi cukor, sem tartósítószer, rendkívül értékes. És elvittem a hullott gyümölcsömet idén kétszer is, egyszer 21, másszor 24 liter almalevet kaptam, egy vegyesen körtével, hát rajonganak ért az unokáig, hogy mindenki elmaradott. Hát ennek kell terjednie kell. Ez nagy dolog. A multiláncok, az Audi, a Tesco nem beszáll belőle semmit. Nincs biztosítva a minőség.
mert ő extraktumból és cukorhoz áldásem is tartósító szerekből készíti, tehát nem ugyanaz a minőség. Az, hogy az a minőség mit ér, azt nem. De a kis termelőből ezt nem veszik át, nem. Mert ugye ez a termelő, egy több körtéje van benne, a másik az, több savanyú almája van, a harmadik. Jól a tábor csinál, nincs biztos a minőség. Ő a minőséget képviseli Magyarországon. Tehát ilyen hazugsága mindig szemben. Szűnt a mérgei. Elég az hozzá, hogy ez az állattartás, tehát állandóan kapcsolatban van a vízgazdálkodása, az állattartás, a gyümölcs termesztése, és hozzá kapcsolódik a mezőgazdasági termelés is, hiszen két évenként vagy három évenként a mezőgazdaságra fordított szántó terület legelőként szerepel. Hát ez a harmónia a kisüzemnek, ez a sokoldalú biodiverzitás maximálisan kialakító és megvédő gazdálkodás 15. század végétől kezd egyoldalúvá válni. De egyes jelek szerint, és ez sajnos még nincs kikutatva tisztességesen, csak néhány gondolat van eddig, ami biztos és erre Magyarországon az első, a közérdekeit háttérbe szorító földesúri, vagy mondhatnám, mert gyanús, nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy milyen módon történt ez, kereskedelmi érdek először az állattartás területén jelentkezik. A tatárjárás körüli időben a történészek feudális anarchiáról beszélnek, földes urak viselnek egymással hadjáratot, elsősorban az alföldi részeken. És az egész mögött, még mondom, nincs részleteiben kidolgozva, csak néhány gondolatot mondok el, ami a problémát megvilágítja. Meg az egész mögött Magyarország növekvő állatexportja áll. Magyarországon már a 16. századra, 16. század elejére évenként milliónyi tömegben ment ki állat. Elsőbb a marha. A saját lábán kell menni, ugye? De éppen Kubinyi András és Orosz István, Kubinyi most halt meg nem régen történik, az alföldi település szerkezetet, és kimutatták, hogy a tatárjárás körül időben nem mindig a tatárokra visszavezetően megszűnnek kicsi falvak, és mezővárosok jönnek létre, óriási határral, amit állattartásra hasznosítanak. Itt termelődik az export marha. És nem az egyes kis gazda viszi az export marhát, hanem ki tudja ki, a földes úr, vagy a megbízottja, vagy aki ugye föl vesz több ezer marhát és hajtja. Két úton mennek, az egyik Észak-Olaszország felé megy, a másik Bécsen, Nürnbergen keresztül eléri a szinte a Rajna vidékét, Alatlanti-óceánt is. Több százezer marháról van szó. És ez a török alatt is virágzik, mert a török leszedi a sápot, neki ennyi marhára nincs szüksége, de az exportból leveszi a vámokon és a léveken magának ezt a pénzt. Tehát a török alatt is működik. És ezekkel kapcsolatosan alakul ki, majd megint egy kicsit romantikusan eltúlzott dolognak szeretném adni, kellő értékelését megadni, a pásztortársadalom. Mert amíg a tájban élő és a sokoldalúan kihasználó ember kicsi gazdaságban dolgozik, nincs szükség pásztorra, mert a családi munka megosztásban ez megoldódik. Pásztorra ott van szükség, amikor óriási területeken nagy tömegi marhát tartanak, akik külön specialistákat kell alkalmazni, akik ezt őrzik. Ahol a gyerek, akinek, vagy mondjam ezt, hogy familiáris kapcsolata van az állatokkal, kiiktatódik az állattal. Erre hadd olvassak fel egy szép részletet Berzsenyi Dánielnek. A mezei gazdaság a Némely akadályai Magyarországon című tanulmányából, ami rendkívül izgalmas és szép tanulmány. Különösen, ha tudjuk a hátterét, hogy
itt Berzsenyi magyarországi rangolba, de azért mégiscsak a földesúri oldalon áll, és onnan látja a problémát. De a probléma megvan. Hogy a magyar gyermek semmi óskolai nevelésben nem részesül, vagy ha részesül, csak olyanban részesül, meg erkölcs és gazdasági tekintetben, vagy igen kevés, vagy semmi, aztán nem veszik, azt tudja mindenki. De hogy a magyar nép házi nevelése és több tekintetben nagyon hibás, illik ezt is tudni. A magyar mezei bolgár így nevezi a parasztot. Mi egy fia a szűrt tarisznyát és baltát elbírja, ökrészé teszi azt. Az ökrészség pedig abban áll, hogy a gyermek, az apja vagy gazdája ökre éjjel-nappal szanaszét legelteti, és mikor csak szerét teheti, azok a lopat, azaz mások létjében és gabonájában ökreit jól tartja. Túl vagyunk már a Mária Terézia féle elkülözésen, ugye az ötrész a 60 évben volt, az elhúzódik, ezt ő a 19. század első évtizedeiben írja. Tehát már az erdő a földesúré. Már nagyon kis rész maradt a fél. Ugye a statisztikák pontosan az erdő 90% a földesúré képbe kerül. Ki kell ura, paraszt használva. Neki is van erdeje, és azt félti. Az első magba is oskolája a magyar tolvasságnak és rablásnak. Tehát az, hogy a családi munkamegosztásban a gyerek az, aki az állatokkal bánik. Mert az így ökrész gyermek mentül jobb lopató, annál derek a pásztornak nézetik, és annál több szalonnát kap apjától vagy gazdájától. És ha néha a kártételért jól megpácáltatik, akkor még nagyobb kedvezésekkel kérlelik azt, vagyis kiengesztik. Mely szerint az így gyermek így kezdeni életét, a lopást, a rablást nem csak természetes keresetnek és mesterségnek, de egyszerűen derékségnek is nézi. Mivel így ökrész vagy lovász, mert éppen úgy bánnak a lovakkal is, már a gyermekkorában hozzászokik egész éjjelenként, majd egyedül maga hegyen völgyön csatangol, majd több ökrészekkel és lovászokkal összeállva együtt minden gonoszságot kigondolni, a lopott szalonát, húst sütni, főzni, majd csőszökkel baltázni, azoktól az ökröket majd erővel visszavenni, ugyanis ha csőszök megfogják az állatokat, akkor ugye ezt elteszik, ezzel megzálogosítják. Most ezt az virtus írja, ugye, hogy ezt visszaszerezni, megverekedni a csőszökkel. Azoktól az ökröket majd erővel visszavenni, és ez nem megy, különféle ravassággal visszalopni, majd pedig ilyenekért tömlőcötni és deres próbálgatni, látni való, hogy az így ökrészet és lovászat minden tekintetben a legvakmerőbb tolvajság és zsiványság természetes öntára. De van a dolog más oldalra is. Azt tudjuk, hogy az így ökrész gyermek gyerkőce és legény korában az örökös tekergés dologtalanságot megszokvá, nem csak soha jó gazda nem lenne, sok egészen félreteszi a gazdaságot, és abból ér, hogy marháig lopatva hizallgatja. Tehát az, amit századokon keresztül gyakorolt, hogy az erdőben nevelte az állatait a gyerekei részéről, ez most már lopás. Mert az erdő az a földesúré élet. Mert hiszen nem csak mások kárára él, de gyakran magát is egészen elrontja, holott ritkán nyerhet annyit, amelyből egyenlően élhetne egyébként is. Tudjuk azt, mely következettű a dologtalan élet, míg a művelt emberünk is hát egy fél vadnál. Tessék, figyelj most. Meggondolván tehát, hogy majd minden magyar paraszt neki, mint ökrész lovász életének nagy részében hevet pásztorkodik, adott még minden faluban, mind az urak számos pásztorokat, a pásztorok meg számosabb bojtárokat tartanak, és meggondolván, hogy ezen pásztorok egyrészt a magyar zsiványságnak központját, másrészt pedig, mint legdelibb erdei gavallérok, a magyar legénységnek betyár példányait formálják, igen, könnyen által látni, hogy ennyi rossznak összefolyása a nevelésben és egész népületben önként szüli mindazon erkölcsi veszélyeket, meg hazánk legboldogabb tájai, a legjelentősebb népén dúlni fájdalommal tapasztalt. Ahogy mondtam, ez az ellenállás az erdő kisajátítása, ez szinte nép mozgalommá válik. És itt megfogalmazom. Ezek, akik tovább ellenállnak. Ugye ezek lesznek a legderekabb. Ezek a legerdei gavallérok lesznek az ifjúságnak a mintaképe. Ez magyarázza meg azt a gazdag, betyárukat ábrázoló pásztorművészetet. Ugye a múzeumokban megcsodálható.
És hogy ez nem egyszerűen lopás és szellem ellenállás, hogy a saját javát állatait hát nevelgesse, arról hadd idézek egy nemrégen megjelent utaló oklevél gyűjteményből, egy nagypár nevezetű a cigányokra vonatkozó büntető pereketből állított össze egy gyűjteményt, és abban olvasom, hogy a cigányokhoz gyakran menekülnek katonaszökevények. Nagy részt ugye részben erőszakkal hitték el őket katonáknak, másrészt valóságosan azért kerülnek katonaságra, mert mint pásztorokat és egyebeket elítéltek, és akkor, mikor egy falura kirótták, hogy egy üvoltot kell adni, akkor erőszakkal megfogják, és katonának viszik ugye őket. És ezek megszöktek a katonaságra. És hova mennek? Haza nem mehetnek, rögtön elfogják őket. A cigányok befogadják. És egy-egy ilyen cigány berben előfordul, hogy kihallgatják az ott velük együtt elfogott katonaszökevényeket is. És döbbenetesen olvasom az egyikben a kihallgatás szó szerint. Lejegyzésre kerül, hogy Nagy János, honnan szöktél? Majlandból. Tehát Milánóból szökött meg, mint oda elhúzott katona. Hanyadszor szöktél, meg már nyilván tudták, azért teszik ezért a főkérdéseket, harmadszor szöktél. És hova kerültél, vagy hova mentél, és stb. Elítélik veszőfutásra, hogy nem mindegyik élt túl, ugye katonaság föláll két sorba botokkal, és végig kell menni a két sor között, hogy neki üt a nagyot rá, aki nem ég nagyot üt, az cintén. És utána nem tudom hány évvel meghosszabbítják a katonaságát, vagy várfogságot, és stb. Utolsó szójogára fölszólal, és a szó szerint lejegyzik, hogy a Nagy János utolsó szolgálat, az odavágja a bírót, de akkor sem fogom a császár szolgálat. Nem tudunk ennekről. Mindig arról beszélünk, hogy hogy fognak össze a európai nagyhatalmak segítik a habzúrókat egy török ellenes hadjáratban. De hogy 150 évig egy hajdú ellenállás folyik, nem csak a török ellen, hanem a habzúrók ellen is. Ilyen dolgok kerülnek elő, ilyen dolgokkal. Szembeszállni a főség, a hatalom, amely megszüntet egy több száz éven keresztül kialakult, természettel együttműködő, szerves paraszti kultúrát, ez egyenlő azzal, amit a császár akar, vagy amit a török akar. Az ellenállás vegyárjaid lesznek ezek. A regerdek gavalérok, a magyar nép titkolt, de számos költői alkotásban is, és faragásban, spanyolozott dísztárban kifejezett hőseit. El is ide tartozik. El is ide való. Mert pásztorok tulajdonképpen, tehát ahogy láttuk, nincsenek egész a 18. század. Vagy korábban ez a bizonyos nagybirtokos osztály, mely kialakítja maga legelőtt az egykor sűrűn lakott Alföldön. Az Alföld is teljesen sűrűn volt lakva, úgy, mint a Dunántúl. Tehát egymástól 2-3 kilométerre voltak a falvak. Ma 5-10-15 kilométerre. Az kis falvak megszűnnek akkor, amikor ezeket a területeket a nagy állattartás, az áruterül állattartás, és valamilyen módon a feudal sanarchia ideig kisorátították. És akkor bemenekül a megmaradt rész, mert bemenekül a városokba, de ahol állatokat kint a pusztán pásztorok tartják. Ez akkor létesül ez az új réteg. Mert a paraszti közösségben a pásztor az a gyerek. És itt nem vagyok pszichológus, de talán megfigyeltük. Egy felnőtt ember megtámad egy kutya a gyerekkel. Ritkaság. Hogy az állatok mennyire vonzódnak a gyerekekhez. És a gyerekek mennyire vonzódnak az állatokhoz. Hát van olyan pszichiátriai eljárás, hogy állatsimogató. Gyerekeknek feloldani olyan belső gátlásait, amik másképpen nem lehet. Tehát ennek egy ilyen aspektusai van, ezt én nem értek, csak jelzem. Hogy az ember és a természet, az ember és egy állat közötti kapcsolat, az nem egyszerűen hobbi, vagy egy esztétikai.
az egész embert érintő, mondhatnám erdőcsképés. Most ez bomlik fel azzal, hogy Mária Terézia idejében, amikor megindul ez a elkülönözés, és megszűnik az egyéni legeltetés, ezt úgy mondják egyéni legeltetés. Szigorúan tiltják többször, mert nem látszik, hogy eleinte ne semmi fogadatja nincs. Az egyéni legeltetés. Kötelezik a falusiakat, hogy a megmaradt legelőre közös pásztorokat fogadjanak fel, és ezek a közös pásztorok elszámolni tartoznak minden kártételről. Tehát nem kell keresni ki volt a tettes, ha a kár van az erdőben, vagy mi, akkor a pásztorok a felelősség. Tehát a pásztorok tulajdonképpen alkalmazottai lesznek egyrészt a falu közösségének, akik a gyerekek helyett most a pásztorokra kell bízzák az állatokat. Másrészt a pásztorokat alkalmazza a nagy úr, akinek több ezer marhája van, és azok mint egy sajátos foglalkozás, sajátos kultúra, ugye kint élnek, nem a falu közösségében, hanem kint. És hát a furcsa a dolog, az így történelme sokszor megfordulnak ilyen pálfordulások, hogy aki bátor legényként esetleg ugye még tömlötött is szenvedett, aki esetleg éppen a földes úr nem tűr meg a falban, az elmegy pásztor. Elmegy a földes úrnak szolgál. De mondom, a 18. század végéig legfőjebb néhány földes úrnak vannak hivatásos pásztorai, a falusi közösséget addig az egyéni legeltetésben a saját gyerekeiket használták pásztorságot. De most kötelezik őket arra, hogy pásztorokat fogadjanak. Ezért egy kicsit veszedelmes arról beszélni, hogy a pásztor kultúra. Ez a nép kultúrája volt egy idő után, és sajnos ugye a parasztok cselédjei, a jobbágyok cselédei. Nekik ők tartoznak elszámolni a jobbágy közösséggel az állatokról. Nem is szólva ugye a földes úrnak a cselédjei, mint pásztor. Hát erről nagyon szép írást olvashattak, hogy a Jézus Gyulának a puszták népe, a puszta nem azt a pusztát jelenti, amit most általában az alföldi pátlan legelőkre értünk, hanem a pusztáknak nevezzük ugye azokat a földes úri majorságokat, a Dunántúl, így ahonnan írja volna is, és Fejér megy a határáról, hát azokat a legrangosabb, legfüggetlenebb cseléd az a pásztor. Ezért mikor évenként a pusztán lévő búcsú alkalmával összegyűlnek, akkor hogy az évi haragot és ellenséges dolgokat letörleszték, a kocsma először a csikósok, mert azok a legelőkelőbb pásztorok. És akkor a kocsma az övéki, akkor bemennek, és ott elintézik egymást, lerólják azokat a haragokat, amik egész évben föl gyülemlettek, összeverik egymást, hogy kihordják őket, akkor jönnek a tujások, aztán jönnek a kanások, aztán jönnek a juhászok. Egyes vidékeken a juhász az előkelő megelőzi a csikóst is. Somogyban a kanász a legelső, ugye. És azért, hogy egy egész szó szerint. Ismerik ezt a részt, olvassák el a Jézus Gyulának a puszták népét. Tessék? Igen. Jó. Minden folytatni.